Színes programok várták szeptember 22-én azokat, akik otthon hagyták autóikat. Hajdúszóbosszú idén először csatlakozott az Európai Mobilitás Hét és az Autómentes Nap program sorozathoz, melynek részeként délután kerékpáros felvonulást tartottak első szóbosszói kritikálmesz elnevezéssel. A célállomáson a menetben résztvevők között bicikliket és rollereket sorsoltak ki. A délelőtti programok között a rendőrség sátrában közlekedésbiztonsági tótókat lehetett kitölteni, és nyugdíjas biciklisek is felvonultak. A fafunkantyú ez még eredeti, valószínű, mert én még nem cseréltem vele, és ez így került hozzám. A lámpatartó is eredeti, csak már egy modern lámpa lett rászerelve. A kerékpárja különlegességeit mutatja Katona Gyula, aki az egyik legrégebbi biciklivel büszkélkedhetett az autómentes napon. A két kerekű már a Katona család több generációját szolgálta. Ami a váza eredeti, az a második világháborúban, mint hadi kerékpár működött. Voltak kerékpáros hadosztályok, és ott volt sok között egy ilyen kerékpár. Hogy a családhoz hogy került, pontosan nem tudom. Feltételezhető, hogy vagy rámaradt a nagyszülőkre, vagy egyszerűen csak hozzájuk került. Többet az eredetéről nem tudok. Én a szülőmtől örököltem, aztán én felújítottam a jelenlegi állapotát, egy három évvel ezelőtt kapta meg. Vigyázok rá. Télen, ha nem muszáj, akkor nem veszem elő. Van egy másik, amit a show-lében jobban... Tehát nem árt annyira neki, mint ennek. Akkor ez a bicikli a szíve csücske, mondhatjuk? Hát mondhatjuk, így igen. Kerékpárjával Katona Gyula is a nyugdíjasok felvonulására érkezett. Az idősektől arról érdeklődtünk, hogy milyen gyakran szoktak biciklizni. Minden nap szoktam kerékpározni, már csak azért is, mert hajnalban jövök bevásárolni kenyeret, tejet, és akkor ez mindig kerékpára. Nagyon nagy eső kell ahhoz, hogy én a kerékpárról lemondjak és autóval menjek, mert van autó, arról mondanom sem kell, de ha nem kell nagyon cuccolni, akkor én csak kerékpárral. Nagyon imádok, gyerekkorom óta imádok kerékpározni. Naponta olyan 10 kilométer szoktam biciklizni, úgyhogy nekem nem újdonság a kerékpár, és szeretek is. Miért tartja fontosnak, hogy minden nap biciklizzen? Hát egészség szempontjából főleg, sőt ez a legfontosabb. Úgyhogy én egészséges sportnak tartom, mert más sportot nem űzök. Nem bírok futni, de kerékpározni annál jobban tudok. És szeretek. Az autómentes napon nem csak a testet, hanem az agysejteket is meg lehetett dolgoztatni kissé. A rendőrök közlekedésbiztonsági totóval készültek. Egy kis kressz ismereti tesztlapokat hoztunk. A kisebb korú gyermekeknek színezőt hoztunk, ugye az ő saját szintjüknek megfelelően ezeket ki tudják színezni. A felnőttek részére pedig, illetve a gyerekek részére még hoztunk ki tesztlapokat is, ami a kerékpáros közlekedésre korlátozódik, csak kimondottan. És szóranyagokat hoztunk még a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban. Ilyet hoztunk a kerékpár tulajdonosoknak, hogy mivel kell felszerelni a kerékpárt, milyen kötelező tartozékokkal. A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos tudnivalóval hoztunk a gyermekek részére egy ismertető füzetet, valamint a tesztlapot kitöltők részére kis ajándékokat hoztunk, még hústartót, a kisebb gyerekek részére is ilyen szóróanyagokat. Közlekedhet a kerékpáron, a járdán, ha az útesten kerékpársában. A közlekedésbiztonsági totót sokan kitöltötték, köztük volt Pál Sándorné is, aki otthonról hallotta, hogy rendezvény zajlik a Hősök terén. Én itt lakok pont szembe, és úgy is hallottam mindent, hát azért, mert ez egy jó időtöltés egyébként, én szeretem. Mit szól hozzá, hogy idén Hajdúszoboszló is csatlakozott a mobilitási héthez, illetve az autómentes naphoz? Nagyon örülök neki, pedig van kocsink, de nagyon örülök neki. Na, nagyon jó dolog, szerintem. A közlekedés alapvető szabályait a legkisebbek is tudták. Tudod, hogy hogyan kell közlekedni? Hogy például a piros lámpánál mit kell csinálni? Megállni. Nagyon ügyes vagy. És a zöldnél? Aznál meg menni. Gulyás Dorka az édesapjával látogatott ki a rendezvényre. A kislánynak már 5 évesen megvan a véleménye az autómentes napról. Azért van ma az autómentes nap, mert a környezetet szennyezik a sokárral. Meg hogy ne az
autóval ezt a koszosat szívjuk be, hanem a szép tiszta levegőt. Hajdúszoboszló idén először csatlakozott az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programsorozathoz. A részvétel egyik ötletgazdája Sléder Tamás aljegyző volt. A korábbi években csak azt tapasztaltam, hogy sok magyar település csatlakozott ez az egész Európát átívelő kezdeményezéshez, és többekkel a polgármester hivatalban úgy gondoltuk, hogy ez egy jó kezdeményezés, amihez talán Hajdúszoboszló is csatlakozhat. Nem volt könnyű összeszervezni ezt az egész programhetet ilyen rövid időszak alatt, de én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, és bízom benne, hogy lesz is majd folytatása. Természetesen van ennek a rendezvény hétnek egy mottója, ugye most is van. Ugye ezeken a rendezvényeken próbáltak az eddigi szervezők és más településeken olyan programokat szervezni, ahol a gépi meghajtású járművek nélkülözve vannak, tehát elsősorban a bicikli, de itt akár mondhatunk rollert, a görkocsolyát, átkeresztő sokfajta eszköz, tehát a mi gondolataink is ezek közül mozogtak. A mai nap is ezt bizonyítja, illetve remélem majd a később, még a mai nap a későbbi folyamánya is ezt fogja bizonyítani. Én bízom abban, hogy a szoboszlójukban is van erre kezdeményezésre hit, vagy tehát erő erre vonatkozólag, és még egyszer mondom, remélem, hogy ennek lesz folytatás, és nem csak egyszeri alkalom lesz. I want to ride my Az egész napos rendezvény délután kerékpáros felvonulással zárult. Több mint 200 biciklis nevezett az első szoboszlói Critical Mass-ra. A menet a Hősök teréről indult és a József Attila utcán át érkezett meg a Halasi Fekete Péter térre. Az általunk megkérdezett résztvevők nem csak alkalmanként bicikliznek, hanem szinte minden nap. Imádunk biciklizni. Milyen gyakran szoktak? Hetente körülbelül, nyáron sűrűbben. Szabadság ideje alatt is többször. És milyen távokat? 60-100 kilométer, ez változó. Város körül olyan 60-70, ha elmegyünk túrázni, akkor 100 is lehet naponta. Az igen, gratulálok, az szép. Szépen, köszönöm. Szeretünk biciklizni, ez az egyik. Hát meg amúgy is, én nagyon szeretem. Milyen gyakran szoktál biciklizni? Hát szinte minden nap. Milyen távot? Hát mikor mennyi, mert változó, valamikor 10 kilométeren felül is. Ilyen jó érzés volt. Jó érzés volt ez, hogy sok ember együtt biciklizik? Hm? Igen. A felvonulók között olyan is volt, aki nem csak hobbiból biciklizik. A felszerelésedből, illetve a bringádból úgy látom, hogy te azért elég komolyan biciklizel. Hát igyekszem komolyan. Ebben az évben úgy volt, hogy már versenyszerűen is fogom, de ez nem annyira jött össze. Úgyhogy reméljük jövőre több siker lesz benne. Milyen távon szeretnél indulni, illetve milyen versenyen? Hát itthon ilyen amatőr szinten, ami azt jelenti, hogy ilyen 50 és 120 kilométer között szokott lenni a verseny. Mikor mindenki megérkezett a Halasi Fekete Péter térre, a regisztrált résztvevők között két rollert és két biciklit sorsoltak ki, melyet a szerencsések Sóvágó László polgármestertől vehettek át. Az első nyertes éppen a stábunknak néhány perce nyilatkozó Gyurkó Kevin István volt, aki egy kék rollert vihetett haza. A második roller boldog tulajdonosa Horváth Ráhel lett, aki szűkszavúan ugyan, de igazi kislányként nyilatkozott. Mit szólsz hozzá, hogy nyertél egy rollert? Következik a női kerékpársorsolása. Tetszik? Igen. Mi tetszik benne a legjobban? A rózsaszín. A gyerekek után a felnőttek következtek, közöttük két biciklit sorsoltak ki. A női kerékpárt Tóth Zoltánné nyerte, aki nagyon örült a nyereménynek. Nem tudom elhinni, az biztos. Nem szoktam nyerni sose semmit. Ez 50-es szám szerencsét hozott nekem. Ebédidőben jöttem el regisztrálni. Akkor megérte. Igen. A férfi bicikli boldog tulajdonosa egy fiatal ember lett, aki a feleségének köszönheti a nyereményét. A feleségem jött reggel, vitte a kislányukat éppen az óvodába, és ő regisztrált. Nekem meglepetés volt az is, hogy jövünk felvonulni, illetve hát maga a nyeremény is. Van egyébként saját biciklije? Van, igen. Ez egy kicsit régebbi, mint ez. Örülök neki nagyon. Akkor le lehet cserélni a régi bringát? Igen. A sorsolás után véget ért a rendezvény. Az első szoboszlói Critical Mass résztvevői a szószoros értelmében eltolták a biciklit.